A Star Wars rajongó körében a klónkatonák a mai napig meghatározó alakjai a messzi-messzi galaxisnak. Azt azonban kevesen tudják, hogy a klónhadsereg mégis milyen utat járt be a csillagok háborúja történetében. A klónhadsereg története valamennyire már ott volt az első Star Wars filmben is. You fought in the Clone Wars? Yes. Amikor is Luke rákérdez eredeti nyelven Obi-Wannál arra, hogy az öregben és Anakin tényleg harcoltak-e a klónok háborújában, Lucas akkori elképzelése az volt, hogy Anakin és Obi-Wan egy olyan háborúban vettek részt, ahol a galaxis lakóinak klónjai ellen háborúztak. Tehát mindenkinek volt egy saját hasonmása. Ezt az ötletet később jegelte, amikor elkezdte megalkotni az előzmény trilógiát, és kigondolta, hogy a háború legyen elnevezve azokról a katonákról, akik az egyik fél oldalán harcolnak. Ebben a videóban most megismerhetitek, hogy mi is volt a rövid története a klónhadseregnek a Disney felvásárlása előtt, vagyis a Star Wars legendák világában. Tartsatok velem! A Yavinni csata előtt 1000 évvel zajlottak javában az új Sith háborúk. A harcok végeztével a galaktikus köztársaság a fokozódó békehangulat megerősítése és a Jedi renddel való együttműködése miatt a saját hadseregét elkezdte leszerelni. A köztársaság egyedüli katonai erejét innentől a Jedik képezték, holott ők nem képzett katonák, hanem egyszerű békefenntartók és konfliktus kezelő diplomaták voltak. A Yavinni csata előtt 32 évvel, amikor Sheev Palpatine a galaktikus köztársaság fő kancellárja lett, a Jedik körében felmerült egy olyan aggasztó gondolat, miszerint olyan sötét veszély fenyegeti a köztársaság békéjét, aminek a megoldására már a Jedi lovagok kevesek lesznek. Így született meg egy Jedi mester, Sifo Dyas fejében a gondolat, hogy a Kamino bolygó tudósait felkeresi a rendtársai tudta nélkül, és rendel tőlük egy klónokból álló hadsereget a köztársaságot fenyegető katonai erők ellen. Ezt a gondolatot eredetileg a Sith nagyúr Darth Plagueis ültette el a fejében, és egy Hego Damask nevű bankár alakjában mutatkozva a Jedi mester előtt felajánlotta, hogy finanszírozza a bankár klánja nevében a teljes klónhadsereg megrendelését. Ugyanis tudta jól, hogy a kaminóiak, a Jedik, valamint a köztársaság részére szívesebben teljesítenek megrendeléseket. Nem sokkal ezután történt, hogy Palpatine, vagyis Darth Sidious elárulta és megölte Plagueist, a mesterét. Sidious ekkor fogadta tanítványául Dooku grófot, aki Darth Tyrannusként eltette lábaló Sifo Dyast, majd a két Sith átvette a klónhadsereggel kapcsolatos terv megvalósítását. Dyas terve volt, hogy a klónokba inhibitor csipeket helyeznek el arra az esetre, ha a klónok mellett lennének olyan Jedik, akik fellázadnának a rend vagy a köztársaság ellen. A csíp rávette volna eredetileg a klónokat, hogy egy fellázadt Jedivel szemben megvédjék magukat, vagy azt a küldetést, amit a lázadó Jedi felrúgott volna. Dooku és Sidious változtatott a terven, a csíp működését teljesen újraalkották, így a csipek kifejezetten arra lettek hasznosítva, hogy parancsszóra agymosást hajtsanak végre a klónokon, és arra kényszerítik így őket, hogy végezzenek valamennyi Jedivel a környezetükben, amikor eljön az idő. Dooku Jediként mutatkozva a Kaminón így rávette a gyárat, hogy a klónokba ültessék be a csipeket, amikről a kaminóiak azt hitték, hogy Sifo Dyas eredeti tervei alapján készültek. A klónok mindegy mandalori fejvadásznak, Jango Fettnek a klónjai voltak, akiknek a fejlődését mesterséges úton gyorsították fel, hogy minél hamarabb elérjék a felnőtt kort. Neveltetésük abból állt, hogy háborúra készítették fel őket. A harcra készülő klónok a kadétok voltak, akik csak a próbák teljesítését követően válhatnak klónosztagosokká. A harcokhoz különleges harci páncélzatot, sisakot és fegyverzetet kellett viselniük. Általánosságban a klónokat hivatalosan a nagy hadseregnek, vagy a köztársaság nagy hadseregének, vagy egyszerűen klónhadseregnek nevezték. Első bevetésükre a geonózisi csatában került sor, ahonnan kimenekítették a még életben maradt Jediket, és sikeres támadást hajtottak végre a szeparatista droid seregek ellen. Ez jelentette a klónok háborújának kezdetét. Elkezdődött a klónok háborúja. A klónok megjelenése ugyanakkor megbotránkozást is kiváltott a köztársaságot védő Jedik körében. Bardan Jussik, mivel látta, hogy a klónosztagosok közül szinte egyet se hagynak pihenni, vagy hogy a harcon kívül mást is cselekedjenek, így Bardan elhagyta a rendet, mivel úgy gondolta, hogy a klónok csupán a köztársaság rabszolgái és nem tekintenek rájuk emberekként. A klónháborúk alatt a klónok mind a Jedik alá lettek beosztva. Az erőhasználó védelmezők tábornokokként, főtisztekként haladtak csapataik élén. Palpatine főkancellár a háborús helyzetet kihasználva egyre nagyobb befolyást és jogkört szerzett magának, ami azt is lehetővé tette, hogy a sereg legfőbb parancsnoka lehessen. A sereg legkisebb egysége a raj vagy az osztag volt, ami 9 klónosztagosból állt össze. A rajparancsnok mindig egy őrmester vagy egy tizedes volt. A klónszakaszok már 4 rajból tevődtek össze,
amiket egy alhadnagy vagy egy törzsőrmester vezetett. Egy század állt össze 4 szakaszból, amit egy százados vagy egy hadnagy irányított. Egy zászlóalj 4 századból állt, amit egy zászlóaljparancsnok vagy egy őrnagy vezetett. Egy ezred 4 zászlóaljat jelentett, amiért egy ezred parancsnoki beosztásban levő klón felelt, vagy egy Jedi parancsnok, aki általában egy padawan volt, egy fiatal tanítvány, akire rámerték bízni a feladatot a rendből. Egy légió vagy egy dandár állt össze 4 ezredből, amit egy rangidős klónparancsnoknak vagy egy Jedi tábornoknak adtak, aki jellemzően már lovag volt. Egy hadtest vagy egy divízió már 4 légióból állt, amit egy marsal parancsnok vagy egy Jedi tábornok vezetett, aki egy kiváló lovag vagy mester lehetett csupán. A szektor hadsereg egy csillagrendszer bizonyos szektorának katonai mozgolódását bonyolította le. 4 hadtestet jelölt, amit egy rangidős Jedi tábornok, kizárólag Jedi mester vitt harcba. A rendszer hadsereg a galaxis egy egész rendszeréért felelt katonailag. 2 szektor hadseregből állt össze, egy Jedi főtábornok lehetett kizárólag a vezetője, olyas valaki, aki a Jedi nagy tanács tagja volt. A nagy klón hadsereg így állt össze 10 rendszer hadseregből, ami összesen 3 millió klón katonát jelentett Sifo Dyas megrendelése és a klónháború kitörésének kezdetén bevetett katonák száma alapján. A sereg főhadiszállása a Coruscanton volt berendezve és állandó kapcsolatban állt a bolygón található Jedi templommal. A katonák létrehozása és kiképzése a Kaminón valósult meg. A klónok háborúja alatt minden egyes csatával a klónok katonai vesztesége fokozatosan csökkent, ami annak volt betudható, hogy valamennyi harcos gyorsan tanult a harcszéren szerzett kudarcokból és vereségekből. A Coruscanti csata volt az egyik legveszteségesebb ütközet, ami során szinte majdnem az első legyártott klónszéria megsemmisült. Ebből a célból a köztársaság szenátusa jóváhagyta további 5 millió katona legyártását. Páncélzatuk a háború alatt megváltozott. Az első legyártott megrendelt klónkatonák még az első gyártási fázishoz tartozó páncélzatot viselték, nevük pedig a gyártási sorozat számuk volt, amit néhányuk időnként megváltoztatott valamilyen sajátos becenévre. A második fázisú páncélzat az előzővel ellentétben jóval könnyebb és sokkal erősebb ellenállású harci öltözet volt. Ettől eltérőbb felszerelések is jelen voltak a hadseregben, de nem akkora számban. Ilyenek voltak a kommandósok, valamint az árkosztagosok egyenruhái is. Palpatine miután leszámolt a zsarnokságát felismerő Jedikkel és Anakin Skywalker tette meg tanítványául Darth Vaderként, elrendelte valamennyi klónkatona számára a 66-os parancsot, ami élesítette a fejükben levő inhibitor csipeket. Ezzel vette kezdetét a nagy Jedi tisztogatás. Azzal, hogy véget ért a klónok háborúja, a Jedi rend megszűnt létezni, a túlélő Jedik számüzetésbe vonultak, Darth Sidious pedig meghirdette az első galaktikus birodalom létrejöttét. Sidious, vagyis Palpatine így lett a birodalom császára, az uralkodó. A klónhadsereget pedig átszervezte egy rohamosztagos alakulattá, és teljesen beolvasztotta a birodalmi hadseregbe. Az 501-es légió például közvetlenül Darth Vader alá tartozott, és gyakran csak Vader öklének hívatták magukat. Palpatine körzetekre osztotta fel a birodalmát, aminek az élére kormányzókat, különféle tisztviselőket, úgynevezett moffokat nevezett ki. A körzetek felügyeletével a klónkatonákat bízták meg. Az átszerveződő egykori klónhadseregből több katona is dezertált, és rejtőzködésre adta a fejét, főleg árkosztagosok voltak ezek az elszánt katonák, de a többséget így is a birodalmiak levadázták. A galaktikus polgárháború idejére a birodalmi hadsereg egyharmada Jango Fett klónjaiból állt. Azt viszont nem tudni, hogy mennyien vettek részt közülük korábban a klónok háborújában, és mennyien lehettek új klónok, akik már a birodalomban kezdhették meg katonai pályájukat. Annyi bizonyos, hogy a kaminói klóngyárat, amint lerohanták a birodalmiak, hogy a lázadó kaminóiakat és a köztársaságot védeni akaró, még megmaradt klónokat a bolygón megadásra késztessék, Palpatine úgy döntött, hogy a birodalmi hadseregbe egyre több ember toboroznak. Klón utánpótlást nem szerveznek többet. Cody parancsnok, aki szolgált a klónok háborújában is, a birodalom legnagyobb szégyenének tartotta, hogy a klónokat lecserélték hadakozásra alkalmatlan, gyors toborzáson átesett emberekre, akik a harcszéren csak feláldozható életek, és nem valódi katonák. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövessél minket minden közösségi oldalon, és ha szeretnél minket támogatni, akkor azt a YouTube csatorna tagsági felületén keresztül, illetve szuper köszönet formájában is megteltitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!